Mintegy 100 000 ember vett részt 16. Benedek utolsó nyilvános audienciáján, amit a nagy tömegre való tekintettel nem zárt helyen, hanem a vatikáni Szentpéter téren tartottak. Az eseményen ott volt mások mellett Erdő Péter bíboros prímás is. A 85 éves pápa, aki hivatalosan holnap este mond le, elbúcsúzott Róma egyházától és a világegyháztól, majd hosszasan ünnepelte a tömeg. 600 év után most először élő pápától vettek búcsút a hívek a vatikáni Szent Péter téren. 16. Benedek utolsó nyilvános audienciáján 100 000 ember gyűlt össze, köztük egyszerű hívek, apácák és papi méltóságok a világ számos országából. A távozó római katolikus egyházfő pápa mobilon járta körbe a teret a szokásosnál jóval hosszabb ideig. A pápa a Szent Péter bazilika lépcsőjén felállított, elefántcsont színű trónszéken ülve érzelemteli búcsúbeszédet tartott. Azt mondta, 8 éve nehéz terhet vállalt magára, de elfogadta, mert bizonyos volt abban, hogy Isten vezetni fogja. Teljes tudatában vagyok annak, hogy súlyos és ritkán tapasztalt döntést hoztam, bár a szellem mély nyugalmával tettem. Az egyház szeretete azt jelenti, hogy megvan a bátorságunk ahhoz, hogy nehéz döntést hozzunk, és ne a hanem az egyház javát tartsuk szem előtt, mondta 16. Benedek, aki egyben megköszönte a híveknek, hogy tisztelettel és megértéssel fogadták lemondását. A távozó pápa különböző nyelveken arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte, a pápa választó bíborosokért és az utódáért is. Ez korábban még soha nem történt meg a Vatikánban. Beszéde után a hallgatóság, köztük számos bíboros, felállva tapsolt. Csodálatos volt, életem végéig emlékezni fogok erre az audienciára, mondta egy olasz asszony. 16. Benedek korábban azzal indokolta lemondását, hogy túlidősnek és gyengének érzi magát a válságok sújtotta katolikus egyház vezetéséhez. Pápasága 8 éve alatt ugyanis egymást érték a papok szexuális visszaéléseivel kapcsolatos botrányok, illetve kártérítési perek, újabban pedig a Vatikánból kiszivárgott bizalmas dokumentumok arról tanúskodtak, hogy a pápai állam tisztviselői között dívik a korrupció és a hatalmi intrika. 16. Benedek legközelebbi munkatársaival a 8 hivatalban töltött évét végigkísérő bíborosokkal tölti pápaként utolsó napjának délelőttjét a Vatikánban. Az egyházfő hivatalosan csütörtök este 8 órakor mond le. Egyre több bíboros érkezik a Vatikánba, 16. Benedek új rendeletének köszönhetően ugyanis a pápa választó konklávé a tervezetnél hamarabb, akár már március 10-én elkezdődhet. A tervek szerint 16. Benedek csütörtökön 11 órakor búcsúzik el a bíborosi kartól. Délután 4:45-kor autóval viszik a vatikáni helikopterleszállóra, ahonnan 5-kor utazik Castel Gandolfóba, Rómától 24 kilométerre. Összecsomagolják és elszállítják személyes dokumentumait is a Vatikánból. 6-kor a távozó pápa már nyári rezidenciája ablakából áldja meg a téren gyülekező érdeklődőket. Este 8-kor hivatalosan is véget ér Benedek pápasága. A svájci gárdisták elhagyják a rezidencia bejáratát, és a vatikáni rendőrség veszi át a távozó egyházfő védelmét. Benedek megszólítása emeritus, vagyis nyugalmazott pápa, vagy őszentsége Róma nyugalmazott főpapja lesz lemondása után, és nem az eredeti neve, vagyis Ratzinger. Egyszerű fehér reverendát visel majd, és pápai gyűrűjét visszaadja, pecsétjét pedig a vatikáni hagyományoknak megfelelően összetörik. A védjegyévé vált piros cipő helyett egy kézikészítésű barna papucs cipőben jár majd. A bíborosi kollégium március 4-én ül össze, hogy megvitassa az egyház előtt álló feladatokat, és a méltóságok kitűzik a konklávé kezdetének dátumát. 16. Benedek utódját 115 bíboros választja meg titkos szavazással a Sixtus kápolnában. A voksok 2/3-ára plusz 1 szavazatra lesz szüksége a következő pápának, akinek mindenképp kevés ideje marad arra, hogy felkészüljön a március 24-én kezdődő nagy hétre, illetve a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra.